Na csácsomi csőtészt a csokoládé, sziasztok gyerekek, képer jelentkezik a következő videóval és a videósorozattal, és ennek a videósorozatnak a nulladik részével. És mindjárt el fogom mondani, hogy miért nulladik rész, és miért nem az első rész. Hát gyakorlatilag azért, mert igazából ö, ez egy olyan videósorozat lesz, ami még soha büdös életben nem volt a csatornán, és ez ennek a videósorozatnak a bevezető része. Szóval az elsőtől fog kezdődni, ez a nulladik, ez ebben igazából szeretném megmutatni, hogy miről is lesz szó. Ez nem lesz más, mint egy timelapse sorozat. A timelapse sorozat az gyakorlatilag, hogy tudjátok, gondolom mindenki tudja, hogy mi az. Meg még ráadásul egy csomó minden dologgal szeretném ezt megfejelni. Ugye Farming Simulator 19-ben vagyunk, és nem alsó új hanem alsó szegen, amit gyakorlatilag tök hasonlít ugye az alsó új valamennyire. Meg még ráadásul Jobb felső sorokba pillancsatok oda, nulla darab eurónk van. Igen, nulla darab eurónk van. Meg még ráadásul egy büdös földünk sincs. Meg még ráadásul nem bérmunkázhatunk. Meg még ráadásul nem vetünk fel hitelt. És innen kell boldogulni a képörnek modolt retro gépekkel. Na. De igazából akkor arra gondoltok, hogy ha honnan fogsz te pénzt szerezni képer? Honnan fogsz te gépe? Ja és nem, bérelhetek gépet, azt is hozzáteszem. Na gyorsan menjünk be a telepre, aztán nézzük meg, miről van szó. megérkeztünk a busszal, hát legyen egy kis háttértörténet történet is, mondjuk ránk hagyták ezt a TS telepet, ami vel igazából sok mindent nem fogunk tudni kezdeni, mert le vagyunk gatyásodva, gyakorlatilag földön futók vagyunk, ránk hagyták a csirketelepet, és ezzel kellene nekünk valamit kezdeni. Meg is mutatom én gyorsan a mapot nektek gyerekek, mert biztos azt hiszitek, hogy nem hiszitek el a dolgokat, de megmutatom X. Nincs. Nincs egy büdös területünk se. Nincsen se erdőnk, se mezőnk, semmink. Nincsenek traktorjaink, nincsenek autóink, nincsen egy büdös kanyink se. Uh, gyorsan végigfutunk a területen, aztán el fogom mondani, hogy igazából miről fog szólni. Ugye azért gondoltam, hogy Timelapse sorozatot, mert tényleg ezt mindig ki akartam próbálni, tök, tök tetszenek az ilyen jellegű sorozatok, és úgy gondoltam, hogy akkor legyen modorgépek, és legyen úgy megfelelve, hogy tényleg uh, tényleg ilyen nagyon-nagyon csóriból, egy, egy nulla euróból kelljen ugye összekapni a dolgokat, ugye itt van a silónk, itt van, itt van ugye itt van ugye az állattartási rész. Egyébként a map marha jó ki van dolgozva, nagyon tetszik. Nagyban nagyba hasonlít az alsó újlakhoz, de azért mégse, mégse full ugyanaz. Ö, pont annyira más, hogy érdekes legyen, hogy tényleg ne... Egy, egyébként ez egy hatalmas nagyon ötlet volt, mert ugye ez egy nagyon... Az FSH Modding map, ugye az alsó újlak map az nagyon népszerű volt, de viszont... Jó, hogy nem pont ugyanolyan, mert azért érdekes is. Oda nézzetek, tök jó néz ki. A ganyé, a ganyé. Ebben a játékban, gyerekek, még a ganyé is jó néz ki. Akkor menjünk, menjünk, menjünk. És a... Nem, már, oda nézzetek, tök, azért ez, azért ez ott van, nem gyerekek, ott van a szeren, ott van a szeren. Ugye itt vannak a Nézzelék, hangárok, egyébként itt, a jól tudom, most már nem lehet tárolni ugye különböző dolgokat, hanem ott van a siló, abba szépen tárolhatod, ha akarod. megvan a TMK műhelyünk, ami gyakorlatilag megint nem TMK műhelyként üzemel, hanem... Nem másként, mint ugye, hogy tudjuk, tudjuk modolni a járműveket, megjavítani természetesen, hát mondhatjuk, hogy TMK műhelyként. Uh, hú, kosz az van mindenhol gyerekek. Ajtók nyílnak, tök jó egyébként az egész. És most... Itt van, gyerekek. Ez a T16-os, ez a T16-os, ez lesz az egyetlen járművünk. Ez az egyetlen, amivel tudunk bármit is csinálni, vagy közlekedni, vagy akármi. Ugye ezen van egy kisi plató, ezen tudunk valamit csinálni. De leszögezem, szabályok, nincs bérmunka, nincs pénzfelvétel bankból, Nincs nulla pénzünk van, Ö... ennyi. És ebből, ebből a szituációból kell, ugye ez az egy TS telepünk van, gyakorlatilag ez, ez, ez amivel itt itt, itt látjátok, mert ugye ez így ez, ami az, gyakorlatilag a telepen vagyok, amint látjátok. Ennyi van, ez. Semmi más. Ugye máshol nem tudsz semmit csinálni, nem tudsz, nem tudsz szántani vetni, aratni, hát meg mivel is? Ja, és bérelni is, ahogy mondtam, nem lehet, bé nem lehet bérelni gépeket. Oké, okay? ez így fog zajlani. Ö, föl is fogom most venni a következő részt, de nem akartam úgy, hogy a, a részbe legyen már a, a, az első részbe, ugye, dumáljak, hanem az már legyen egy time -lapse videó mindenképpen. Ugye, is sorozatnak fogom berakni, tehát ö, legkésőbb, vagy minimum egy hetente. Így, így tervezem ezt az egészet. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszik az ötlet. Ja, és rengeteg modolt jármű lesz. Nagyon sok. Ö, nem tudom, hogy most belemerjek -e mutatni a, az egészbe, de nem, nem akarom megmutatni a gyerekek. Rengeteg. Az a lényeg, hogy több tucat, több, több, több tucat, 50, akár száz modort jármű is lesz, és minden egyével szépen fogunk munkát végezni. Valószínűleg nem egy ilyen össze rémálom lesz, hanem szépen, akurátusan, normálisan végzett munkával fogjuk megkeresni a kenyerünket. Na, köszönöm szépen akkor a figyelmet. Ö, várlak be a következő részbe. Csumicső!